két évvel ezelőtt megismerkedtem Elrejter István tanárúrral, akinek megmutattam régi számaimat, és abban neki nagyon tetszett a Levél című dal, ami körülbelül 18-20 éve íródott, és beszélgettünk arról, közös vélemény volt, hogy ez a szám ez nagyon elbírna egy klasszikus hangszerelést. Hatalmas nagy örömömre Balogh Sándor elvállalta ennek a dalnak a meghangszerelését. Egyértelműen a Balogh Saninak a közreműködése ez benne van. Annyira ismeri ezt a műfajt és ezt az együttjátszást. Nem ért teljesen váratlanul, mert ilyen munkáim már voltak. Az is igaz, hogy ilyenkor az ember, mikor valami új anyagot kap, akkor kíváncsi, mert hogy mondjam, minőségében, rangjában nem mindegyik dal egyforma. Amikor felkértek ennek a dal felvételére, én úgy jöttem be a stúdióba, hogy azt hittem, hogy a szokásos háromakkordos rock'n'rollt kell fölvenni. A meglepetés először akkor ért, amikor megláttam a partitúrát, amit a Balogh Sándor írt. Amikor meghallja az ember először a demo felvételt, akkor rögtön kapizsgálja azokat a színeket, azokat a lehetőségeket, amit a szimfonikus zenekar ebben pluszban hozzá tud nyújtani, segíteni tudja magát a hangzást. Az a szép benne, hogy ezek nem hangminták és nem lemodellezett hangok, ezek nem olyanok, hanem ezek azok. Az a baj, hogy az ember egyszer dolgozik egy ilyenbe, akkor utána már nem akar másmilyenbe dolgozni. Kottából kiderült, hogy hát ez nem az a háromakkordos egyszerű valami, hanem ez egy nagyszerűen meghangszerelt, megírt dal. Manapság nagyon divatos a popzenészek körében, vagy rockzenészek körében az, hogy szimfonikus zenekarral együtt próbálják meg felfrissíteni, vagy akár az új notáikat így előadni. Divatnak mondható az, hogy egy háromakkordos művet megpróbálnak feldobni azzal, hogy szimfonikus kísérettel feldolgozzák, ezt megpróbálják felfrissíteni, és akkor egy ilyen teljesen új csomagolásba adva ezt megpróbálják újra eladni. De ez nem egy tiszta szám. Ez csak a bevétel központú, ez csak arra van, hogy egy mai új divat hullámot meg tudjuk lovagolni. Ez a kezdeményezés viszont abszolút tiszta indítatásból jött létre. Ez egyébként kihívás is mindig. Mert kétfajta zenei világot egyesíteni, az egy jó pofa dolog. Az együtt zenélés az egy óriási nagy játék. Arról szól, hogy ki mennyire szenzitív, és ki mennyire tud figyelni a másikra. Nyilván ez így nagyon nagy pályás foci. Tehát amikor 60 ember ül körülötted, plusz a rockzenekar, plusz még van egy karmester is, aki hiába a klasszikus zenekart vezényli, de azért az ugyanúgy neked is szól. Tudom jól. Nagyon jó volt azt látni, érezni és benne lenni, hogy igenis egy nagyon komoly összmunka van a két zenekar között, ha egyáltalán kell két zenekarról beszélgetni. Hogyha valami jó és azt kell fölvenni, akkor valahogy mégis másképp állok hozzá, nem csak én, az egész zenekar és azt hiszem az egész stáb, mert akkor már látjuk benne a fantáziát, látjuk, hogy érdemes dolgozni és érdemes a maximumot nyújtani. Ez egy olyan volt, amivel nagyon-nagyon szívesen dolgoztam. Mint rendezőnek nem az a feladatom, hogy én minősítsem a dalokat. Én nem is szoktam, de azért óhatatlanul hat az ember. Egy valós élethelyzet az én életemből, megtörtént eseményről szól ez a kis versecske, ez a néhány dallam. Látni azt, hogy Tamás nagyon átéli, nagyon az övé ez a levél, nagyon talán az ő élete van benne, nem tudom, valószínű. Tehát ez nagyon látszik rajta. A Magyar Állami Operaházban Kovalik Balázs a Turandotban a főpap szerepét adta oda, ez egy statiszta szerep. És akkor, amikor a zenekar megszólalt, akkor a papi jelmezem alatt ugye mindig ugye a kezem ugye a szőr fölállt, és éreztem a zenének, az élő zenének a fantasztikus erejét. Meghallottam a Tamást énekelni, és
nagyon szuggesztív előadásmóddal, de nagyon őszintén énekelt a dalt, ami engem meglepett és megfogott. Ez a Levél című dal már ebben az új köntösében és ebben a formában, én úgy gondolom, hogy ennek a missziónak egy ilyen kis, hát nem is himnusz, de egy ilyen vezérdala lehet, ami nem csak a dal üzen, annak az előadói gárdája, hanem a benne lévő erők. Elindult, ugye, mint minden ilyen produkciónál, ugye, a zenészek összeszervezése. Így jutottam el Németh Gáborhoz, Némóhoz, Szakadáti Mátyáshoz. Ők ugye a ritmus szekció, tehát neves, igazán jó muzsikusok, tanult zenészek. És régi zenész kollégámhoz, Kerekes Alihoz, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, és mindenféle elfogultság nélkül Magyarország egyik legjobb gitárosának tartom, és egy csodálatos embernek. A Levél című szám, ez egy kimondott rock dal. A rock verzióját én hangszereltem. A rock zene is más hangulatot hoz ki az emberekből, a klasszikus zene is. És így együtt a kettő egy nagyon szép kompozíció, és ez nagyon jó hatással van. Amikor elhozta hozzám a szimfonikus verziót, hát meghallottam a vonósokat, a csellókat, a fuvolát, gyönyörű, gyönyörű volt, nagyon tetszett nekem. Onnantól kezdve úgy éreztem, hogy jó lenne részese lennék ennek a produkciónak. Megfogott ezeknek a neves művész embereknek a közvetlensége, és ez is igazolja ugye a zene gyógyító erejét, amit ugye fennhangon hirdetünk, hogy a zenének egy olyan hatása van, hogy az embereket egyenlővé teszi, és hát ugye nem ismeri a határokat. Nagyon hiszek ebbe a Levél című dalba, és hiszek abba, hogy nem csak Magyarországon, hanem egy Európában, világon meg fog fordulni, és ennek egy nagyon nagy sikere lesz ennek a dalnak. Fiatal művészekhez fordultam, amikor a zenészekkel arról beszéltünk, hogy ugye egy képi anyag is szükséges volna ugye a Levél című dalnak az új változatához. Murányi Gergő vállalta el ugye ennek a klipnek a megrendezését. Odaadtam neki ezt a produkciót, és én arra kértem, hogy a benne lévő érzéseinket vigye át filmre. Hosszú ideje vártam már, hogy egy hasonló zenéhez készíthessek videóklipet, ahol a könnyű zene és a komoly zene találkozása egy ilyen formában valósul meg. Itt mindenki egyéniség lehetett, és mindenki egyéni dolgait vihette bele, tehát itt nem volt semmi kitalálva, vagy elmondva, hogy ennek hogy kell lenni. Mindenképpen ugye manapság kell, hogy legalább két érzékszervét az embernek lekösse, ne csak a fülét, hanem a szemét is mondjuk egy produktum, mert akkor hát, ha jobban figyel rá. Volt egy rendkívül szerencsés fordulat, ugyanis leültünk a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjére beszélni a stábba. Aztán felmerült, hogy mi lenne, ha Nemzeti Múzeumban forgatnánk, és a gyártásvezetőm rátermettségének köszönhetően ez meg is valósult. Felkérést a rendezőtől kaptam. Azt hittem, hogy egy átlag image clipről van szó. Akkor még nem sejtettem azt, hogy itt ennek a háttérében tulajdonképpen a MÁV szimfonikusok áll. A forgatás megszervezése pár hetet vett igénybe. A legfőbb dilemmánk magának a helyszínnek a megtalálása volt. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a főigazgató helyettes asszonya a történt megbeszélés után ő tulajdonképpen behívta a produkciót az épületbe, adva ezáltal a múzeum nevét, renoméját, történelmiségét. Nem lehetett nemet mondani. Itt csak az lehetett mondani, hogy nagyon boldogan várjuk a művész urat, várjuk a művészeket. A Nemzeti Múzeum részéről olyan figyelmet kaptunk, mind a vezetőség, mind a dolgozók részéről, ami úgy érzem, hogy ebben az országban példaértékű, úgyhogy rendkívül hálásak vagyunk érte. Maga a helyszín, az pedig önmagában meghatározta szerintem a klipnek is a hangulatát, meg az egész forgatásnak is a hangulatát. Az első alkalommal már, amikor a helyszínbejárásra elmentünk a stábbal, már akkor az ember érzi magában azt a fajta alázatot, hogy milyen súlya van annak, hogy ő egy ilyen történelmi épületben forgathat. Rendkívül hálásnak kell lennünk azért, hogy a Nemzeti Múzeumnak a vezetése lehetővé tette a számunkra azt, hogy ezt a produkciót oda tudjuk vinni. Rendkívül patinás és sugall egy olyan állandóságot, ami azt hiszem, hogy a mai világban rendkívüli mód hiányzik. A terem gyönyörű, csak hozzáad a dalhoz, ami amúgy is tetszik.
A Magyar Nemzeti Múzeumban forgatni azt gondolom, hogy minden magyar előadónak egy hatalmas lehetőség, amellett, hogy természetesen egy hatalmas érzés. Nekem nagyon fontos, hogy minden forgatásomon mindenki jól érezze magát. Lehet, hogy csúszás van, lehet, hogy kapkodni kell, de nekem nagyon fontos, hogy mindenkinek jó legyen a hangulata. Gergő egy fiatal, szuper csapatot hozott el, Farkas Mohi Balást és Polgár Csaba operatőrt. Nemzetközinek érzem a produkciót, benne van minden, amit én ebből a dallal szerettem volna, és így ez a hang és ez a képanyag azt hiszem, hogy méltóan tudja tényleg képviselni azt a missziót, amiben mi gondolkozunk és amiben dolgozunk több mint 10 éve. Szerintem rengeteget segít egy képi világ egy ilyen dalhoz, akkor is, hogyha nagyon jó maga a hanganyaga, mert hiszen látom az előadót, látom, hogy átéli, látom a zenészeket, jé, milyen hangszer szól, úgyse láttam még angol kürtöt eddig életemben, mert ezt nem hallottam. Tehát mindenképpen hozzátesz a produkció rengeteget a kép. Nagyon jók az arcok, a zenészeknek a odaadása. Egész egyszerűen ez a kép szép, hát nem lehet erről mást mondani. Nagyon hálásak vagyunk a más szimfonikusoknak, hogy ilyen komoly művész emberek ilyen türelmesen, kitartóan és profi módon helyt tudtak állni a forgatáson. Egy nem mindennapi méretű stábbal tudtam együtt dolgozni. Ugyanis ha a stáb létszámát és a szereplők létszámát nézem, akkor több mint 60 ember dolgozott aznap, azért válnak vetve, hogy létrejöjjön ez a produktum. Ami elkészült anyag a Nemzeti Múzeumban, az utolsó 10 év Magyarországon elkészült, ebben a műfajban elkészült klipjének egyik a legjobb. Várj, várnod kell! Nekem szerencsém volt, hogy én megismerkedtem Balogh Sándorral a művészetével, és én azt szeretném, hogy mindenki megismerkedjen Balogh Sándorral és a művészetével. Nem hiszem, hogy ez társadalmi különbségek döntik el, vagy tudás, vagy intelligencia, hogy kinek van erre szüksége. Nem, el kell juttatni mindenhová. Rendre olyan darabokat játszottam, amik az embert, nem csak a közönséget, magát a zenészt is meghatják. Minket azért, mert játszhatjuk, a közönséget azért, mert hallgatja. De jelenben a legkevesebb ember hallgat odafigyeléssel zenét. Úton útfélen szól a zene, de az emberek nem tudják, hogy mit hallgatnak, és nem is nagyon érdekli őket, mert egyfajta háttérzaj szerepet tölt be, amiből egyébként is nagyon sok van az életünkben zajból. Manapság nem elsődleges szempont semmilyen audiovizuális dolognál, hogy a minőséget élvezzék az emberek. Erre kellene felhívni a figyelmet, hogy zenét is, ahogyan filmet vagy tévéműsort tudatosan megválogatva fogadjunk be. Szükség van mindenféle zenében a minőségi zenehallgatásra. De hát ez tényleg olyan körülmények kellenek a zenehallgatáshoz, ami nem olyasmi, mint ami manapság a legtöbb embernek megadatik, hogy a rohanás közben, 10 percben autórádióból hallgatja a zenét. Voltam én is, akkor voltak mélypontjaim, betegség például, aztán feltettem egy jó zenét, hallgattam becsukott szemmel, és az olyan világba elrepít, hogy olyankor nem gondol az ember semmi problémát. És ez tényleg gyógyító erővel bír. Alkalmas a stresszoldásra, nagyon alkalmas arra is, hogy az ember gondolatait kicsit úgymond szabadjára engedje. Az, hogy a pszichét erősíti, azt, hogy a lelket erősíti, a koncentrációt erősít, ami más pályán lévő embereknek a tanulását segíti. Kellő odafigyeléssel kellő időt szakít az ember például a zene hallgatására, bármilyen műfaj jó zenének a hallgatására, akkor az természetesen hatással van a lelki világára. Ugye visszajössz, és ott is tudod, várok rád!
egyre kevesebb az a gyerek, akit rá lehet arra venni, hogy hallgasson igényes zenét. És most itt megint csak nem menjünk bele, hogy ez könnyű zene vagy komoly zene. Itt az igényességen van a lényeg, és én úgy gondolom, hogy az általános iskolában kezdődik ennek a nevelésnek az első pillanata. Csak azt szeretném üzenni, hogy a szülőknek, hogy tanítassák a gyereküket, írassák be zeneiskolába, és ha nem is lesznek profi zenészek, de a zene által egy más lelkületű emberek lesznek. Nagyon fontosnak találom a művészetoktatást, a zenét. Fontosnak találnám az általános iskolába a mindennapi zeneoktatást. Nem az a baj, hogyha picit hamisan énekelünk, az a baj, ha nem énekelünk. A gyerek azt a példát látja, vagy azt a példát viszi magával, amit otthon lát, magától nem fog elmenni az operában, vagy egy szimfonikus zenekart meghallgatni. De nem mindegy, hogy ezeknek a gyerekeknek, mit adunk először, valami olyan fajta zenét, amitől azt mondják, hogy hű, ez nekem nagyon tetszett, és én akkor legközelebb is el szeretnék jönni, vagy végigásítják olyan programok miatt az egész egy órát, ami még nem nekik való. Itt lehet, hogy csak a módszeren kéne változtatni, hogy valamiféleképpen közelebb hozni hozzájuk ezt a dolgot. A gyerekeket le kell kötni, akkor legközelebb is eljönnek, és rajtuk keresztül a szülőket is le lehet kötni, hiszen a szülőkön nagyon nagy a felelősség. Nem kell mindenkinek művésznek lenni, nem kell mindenkinek karmesternek lenni, nem kell zenét szerezni, szeresse a zenét. És ha szereti a zenét, akkor egy lelke is egy kicsit mások lesz. Az én fiatal koromban, 60-as, 70-es, 80-as években jóval többen tanultunk csak úgy általános iskola mellett, vagy középiskola mellett valamilyen zenét, valamilyen hangszert. A zenének köszönhetek mindent. Egy kis faluban születtem, elkezdtem tanulni gitározni 10 éves koromban. Később már saját dalokat írogattam, igaz, hogy sok tanulás előzte meg, de elértem a célomat, amit szerettem volna megvalósítani. Aki zenével foglalkozik, az óhatatlanul is jobb ember lesz, és jobban figyel a többi emberre, mert ez, ahogy már az előbb említettem, ez egy nagyon nagy játék. Tehát itt ez nem arról szól, hogy lekiabálod a másik fejét, hanem arról szól, hogy figyelsz a másikra. Körülbelül 40 éve zenélek, kisebb-nagyobb színpadokon, profi sztárzenészekkel, és azt gondolom, hogy nekem is az a kötelességem, hogy a gyerekeknek átadjuk a tudásunkat, ha tudunk segíteni a zenébe, a jövőiket ezzel segítve. A magyar fiatalok rendkívül tehetségesek, és akkor, hogyha konkrét feladatot kapnak, és ugye az alternatíva nem csak fel van mutatva, hanem biztosítva van is számukra, akkor nemhogy élnek vele, hanem maradandót tudnak alkotni az élet bármilyen területén. Ezt én hiszem, és ezt én tudom. Tamásnak van egy alapítványa is, ez a Családokért Tisztán alapítvány. Mind az alapítvány működését, mindezt a zenei kezdeményezést tiszta szándék vezérel. 14 éve alapítottam egy alapítványt, a Családokért Tisztán alapítványt. 14 évvel ezelőtt egy új életet kezdtem el élni, és ez az alapítvány, ez önmagam rehabilitációja, talán ez a legjobb szó. Addig az életemben csináltam, akár az előadói pályán, vagy más munkáimban, azokat igazán megélve bele tudtam tenni ebbe a kezdeményezésbe, amely elsősorban ugye prevenciós dolgokról szól, a fiatalokról szól, a fiatalokért, a fiatalokban vetett hitemről szól. Ugye egy nemzetközileg elismert orvos, dr. Csorba József vállalta el ugye a kuratóriumi elnökséget. Együtt a Tamással azon gondolkoztunk, hogy valami olyasmit kéne kitalálni, hogy hogyan tudnánk bevonni a családokat, hogy a szenvedélybetegséget megelőzzük, vagy hatékonyabban kezeljük, illetve hogy milyen alternatívákat tudunk kínálni ezeknek az embereknek. Akár a megelőzésben, akár a gyógyításban, a hosszú távú rehabilitációban. Művész emberek megértik a mai magyar fiatalok felé való tenni akarásomat, összefogunk, és mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül elkezdünk dolgozni. Azt nem tudom, hogy lesz-e akkor ereje a dolognak, hogy ez megmozdítsa emberekben, vagy elmozdítsa az embereket e felé, de hogy kellene, hogy elmozdítsa az embereket, abban biztos vagyok.
A fiatalokért kell tegyünk, át kell adni a tapasztalatainkat. Van neki egy olyan alapítványa, ami azokat a gyerekeket, azokat a családokat, azokat a régiókat célozza meg, akik nagyon-nagyon sajnálatos módon nem tudnak eljutni a saját erejükből azokra a koncertekre, amiket kifejezetten nekik szánnak. Minden alkotói dolog, ami ezeket a gondolatokat viheti tovább, tehát populáris eszközök, ezt így ki kell mondani, azok szerintem jó dolgok, és ezekre alkalmas minden ilyen kezdeményezés. Olyan új közösségeket próbálunk bevonni, aki egyébként a Nemzeti Múzeumnak a kicsit megváltozó imázsába nagyon-nagyon beletartozik, ez pedig a fiatal felnőtt korosztály. Az a tevékenység, amire ugye mi itt partnerként Acél Tamás művész urat és a MÁV szimfonikus zenekart behívtuk, a legnívósabb módon tudja megszólítani, érzelmileg megszólítani ezt a csoportot is. Ahogy oda mentünk, és a múzeumban dolgozó emberek profizmusa, minden a helyén volt, nem voltak akadályok, tehát nagyon példaértékű a múzeumnak a hozzáállása. Óriási segítség, hogyha más területről is találunk olyan szereplőt, olyan partnert, aki ugyanezeket az értékeket szeretné egy más nyelven, más műfajban, máshogyan megmutatni. A magyar vállalkozók, hiszem, hogyha nem számlaszámokra kell pénzt utalniuk, vagy valamilyen lehetőséget biztosítanunk, hanem konkrét, megvalósult programokra, célkitűzésekre kell szánniuk anyagi javakat, akkor sokkal bátrabbak lesznek ebben a dologban. Itt csupa olyan emberről lehet hallani, akiknek megdobban a szívük, és egy ilyen ügy mellé nagyon szívesen odaállnak. Ez a legfontosabb célom, hogy ezt hirdessem, a közösség alkotó erejét, amire egyébként a legeslegjobb példa ismételtem, ugye megint ugye ez a Levél című dalnak az elkészülte. Mindenki örömmel csinálta, és örömmel várták azt a pillanatot, amikor készhez vették a DVD-t, amit a Tamás küldött ezeknek az embereknek, egy köszönő levéllel. Nagyon nagy dolog számomra az, hogy ebben a kezdeményezésünkben, ebben a kis ötletünkben bárkit felhívtam telefonon, azonnal szívesen és azt hiszem, hogy lelkesen adta a munkáját, vagy éppen jön és teszi azt, amihez a legjobban ért. Egyszer-kétszer természetesen meg lehet kérni egy zenekart, meg lehet kérni mindenkit, hogy álljon a gyerekek mellé. De ha nincs mögöttünk olyan valaki, aki ezt ugyanilyen szívből a lehetőségeihez képest támogatja, akkor ugyanúgy vagyunk, mint bármi mással, akkor ez nem fog sikerülni. Minden kezdeményezés egy bizonyos idő után elhal, hogyha ennek nincsenek meg a financiális forrásai. Ezekkel a gondolatokkal, a dallal, a levéllel még azt is szeretném üzenni, tehát a magyar vállalkozóknak, hogy nem a számla számokra, hanem a bizonyos és konkrét célokat támogatni és finanszírozni, az nagyon-nagyon fontos lenne ebben az országban. Na most, hogyha ezeket a gyerekeket segítjük és elhívjuk egy koncertre, és ezek a gyerekek elindulnak egy teljesen más irányba. Alapjában véve az egyik fő programunk az úgynevezett családi napok. Hogy ezeknek a célja az, hogy minél több családot vonjunk be, ami azt jelenti a szülőket, gyermekeket, unokákat, nagyszülőket. 2013-ban is így történt, Szigethalmon augusztus 20-án volt ugye az éves családi napunk, ahol a felkérésünkre dr. Márfi Gyula Veszprém érseke eljött, és beszédet is mondott, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra. Az érsek úrtól ajándékba kaptam egy könyvét, az Istenkeresés útjai című könyvet. Ezt a könyvet elolvastam, és a legjobban, ami megfogott ebben a könyvben, hogy közérthető nyelven íródott, és azokat az értékeket képviseli, és azokra az értékekre hívja fel a figyelmet, amire azt gondolom, hogy ebben az országban szinte mindenkinek szüksége van, ugye a család fontosságára. Tehát egy olyan könyv, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon időtálló. Ennek a könyvnek lesz a bemutatója Balatonfüreden a Nemzetközi Fesztivál napján, ahol Márfi Gyula Veszprém érseke felkérésemre a fővédnökséget is elvállalta. Több ezer embere, több ezer részvevőre számítunk. Nyilvánvalóan ez a fesztivál ingyenes lesz, az, hogy mindenki számára elérhető lesz. Én ebben a misszióban, amit a Tamás képvisel és véghez visz, én ebben hiszek. Nem kötelességből csináljuk, hanem azért, mert ebben a mi szívünk is egy kicsit benne van.
manapság egy videóklip egy éppen futtatott popstárnak a PR terméke. De ez az elkészült anyag, ez egy ügy érdekében szólal föl. Nem szeretnénk mi megváltani a világot, se a dallal, se az alapítványa, se a kezdeményezéssel. Azt gondolom, hogy példaértékkel kell bírni, és pozitív életsikereket kell felmutatni a fiataloknak, hogy egészséges és tartalmas életet éljenek.